Raymond Queneau regénye 1947-ben jelent meg. Az ötletét Johann Sebastian Bach a Fuga művészete című nagyszabású variációs ciklusa adta. A művet Magyarországon többször is kiadták. A stílusgyakorlatok első bemutatója a Magyar Színház történet egyik legsikeresebb előadása volt. A darabot 1982-ben mutatta be a Katona József Színház. Egy hete rossz a légkondi. Félhangra ígérték a szerelőt. Az előadás Queneau írása nyomán született, ami egy irodalmi játék, egy epikai stílusgyakorlat. A Nyíregyházi Teátrumban teljesen új ötletekkel Váradi Erszabolcs és Olt Tamás átiratában jött létre a Derűs produkció. A kiinduló mondatok számos variációban hangzanak el, az akciófilmtől kezdve a honfoglaláson át egészen az operett paródiáig. Aki ezt hozzányúl, az óhatatlanul is valami teljesen új dolgot fog csinálni az előtte lévőhöz képest, hiszen azt lemásolni minek is, hiszen olyan jól nem lehet megcsinálni, tehát valami egészen újat kell ebből kihozzon. Azért tettük elő, hogy új, mert még ezt a rövid sztorit is mi elengedtük, mi ettől is elrugaszkodtunk, és még egyszerűsítettünk az egész alapelgondoláson, mert ugye ez az eredeti két mondat, ez leginkább egy leíró két mondat, és mi fogtunk 7 szót, szó összetételt, egy pici párbeszédet, teljesen újat, ugye csak inspirálta ez a könómű, és ezért új stílus gyakorlatok. A 3 szereplős darabban I és Ákos is számtalan karaktert megjelenít. Én azt gondolom, hogy a színészi próba folyamat alatt mindig improvizál, tehát folyamatosan improvizálunk, és akkor ami jó, azt megtartjuk, és itt is így történt ez nyilván. Itt lehet, hogy picit nagyobb szükség volt erre a készségre, vagy tehát, hogy többet improvizáltunk, illetve az előadás alatt van egy-két pont, ami picit szabadabban van kezelve, ott egy pici impro rész engedett nekünk, de alapvetően, mint az összes többi más előadás, azért ez egy kötött, bepróbált, gyakorlatilag kottaszerűen játszott előadás lesz. A színházban a megváltozott körülmények ellenére is folyik a munka. A Szafi című mesét október 29-től láthatják a nézők, és a hét elején elindult a Napsugárfiúk című vígjáték próba folyamata.